Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Lehel Kata vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. 100 éve írták alá a trianoni szerződést. Szekszárdon idén rendhagyó módon emlékeztek. Tilos alkoholt inni az utcákon, így akarják visszaszorítani a hajléktalanok rendbontásait Szekszárdon. Részlegesen kinyitottak az iskolák, közel 1000 diákot fogadtak a szekszárdi tankerületi központhoz tartozó intézményekben. Motoros balesetek. Minden évben történnek tragédiák Tolna megyében. Rendhagyó módon emlékeztek meg a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulójáról Szekszárdon. A koronavírus járvány miatt idén a Béla Király téren található országzászlónál csak koszorúzás és gyertyagyújtás volt, emlékműsort nem mutattak be. A Magyarországi Német Színház viszont készült színpadi darabbal, amit televíziónk rögzített. Idén Ács Rezső, a város polgármestere is ennek a műsornak a részeként mondott beszédet. Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész mondott emlékbeszédet a trianoni békediktátum aláírásának 100. évfordulója alkalmából Szekszárdon. Mint mondta, a magyarságot az 1000 éves közös történelmen és a nyelven, valamint a keresztény kultúrán túl a 20. század nemzeti traumái is összekötik. A megemlékezést követően az országzászló előtt a szekszárdi önkormányzat munkatársai, a politikai pártok, intézmények és civil szervezetek képviselői helyeztek el koszorúkat. Szekszárdon a koronavírus járvány miatt idén közönség előtt nem mutattak színpadi emlékműsort. Magyar mezőkön sok virág terem. A Magyarországi Német Színház színészei vendégelőadókkal kiegészülve viszont emlékműsorral készültek, amit stábunk végig rögzített. Szövegeket válogattunk, amik vagy írók tollából származnak, vagy pedig történészek, de mind az 1920-as év környékéről. Tehát akár a békeszerződés napján elhangzott szövegből is idézünk gróf Apponyi beszédéből. A műsor részeként Ács Rezső, Szekszárd polgármestere emlékbeszédet mondott. Ő úgy fogalmazott, hogy bár Trianon a mai napig a magyarságot sújtó legnagyobb tragédia, ennek ellenére azóta a nemzet tagjai számtalanszor mutatták meg, hogy a legnagyobb nehézségek közepette is össze tudnak fogni. Az a belső tartás, amelyre eddig is tudtunk támaszkodni, és tudtunk belőle táplálkozni, ez mindenféleképpen kis közösségben, nagy közösségben egy fontos erő, amely azt mutatja, hogy bármilyen viták is vannak köztünk itt a városban is, van egy olyan közös nevező, amely egybe tart bennünket, és egy célú érdekében mozgatja meg az egész város és az egész országot. A trianoni békediktátum aláírásának kapcsán készült felvétel teljes egészében megtekinthető a Babits Mihály Kulturális Központ és televíziónk Facebook csatornáján is. És most már nem is. Tolna megye több településén is megemlékeztek a trianoni békediktátum aláírásáról. Bonyhádon nem csak ünnepi műsorral készültek erre a napra. Megkondultak a harangok délután 4:30-kor, amit fáklyás felvonulás követett. Nem így tervezte a trianoni békediktátum 100. évfordulójának megemlékezését a tolnai városvezetés néhány hónappal ezelőtt. A szervezők szerették volna méltó módon megünnepelni a Nemzeti Összetartozás napjának centenáriumát. Év elején még hosszabb ünnepi műsorra készültek, amin testvértelepülései képviselői is részt vesznek, ám a járványügyi helyzet miatt ez nem jöhetett létre. Ugyan ma nem tudunk sokan együtt ünnepelni, mint ahogy az elmúlt hónapokban nem tudtunk se anyák napját, se húsvétot, se március 15-ét, se születésnapot együtt ünnepelni. De azért én azt gondolom, hogy legalább lélekben meg tudtuk fogni egymás kezét, és én azt szerettem volna, és azt szeretném a mai nap, hogyha lélekben fognánk meg egymás kezét. Az egész esztendőt a nemzeti összetartozás jegyében képzeltük el. Olyan programokat szerveztünk, melyek erősítik az összetartozás élményét a bonyhádiakban és a határon túlélő testvértelepülések lakóiban, mondta Filóné Ferenc Ibolya polgármester. A trianoni békedekrétum aláírásának 100. évfordulójára a város különleges módon emlékezett meg. Június 4-én rendhagyó módon emlékeztünk a trianoni békediktátum 100 éves évfordulójára. Készült egy kis film, amely a város honlapján és Facebook oldalán is látható, és amelynek közelműködésében nagyon sokan segítségünkre voltak, amelyet ezúton is hála szívvel köszönök mindenkinek. Készültek még kis filmek, de azok a határon túlról érkeztek. Felvidékről, Tardoskedről, Székelyföldről, pedig Madélfalváról és Borszékről,
testvér településeink polgármesterei adták át üzenetüket Trianon alkalmából. Bonyhádon, ahogy az ország többi részén is, megkondulnak a templomi harangok délután 4:30-kor, majd fáklyás felvonulással ér véget a megemlékezés. Számos Tolna megyei településen csütörtökön délután vagy este emlékeztek a trianoni békeszerződés 100. évfordulójára. Ezekről pénteki híradónkban fogunk beszámolni. A Szekszárdi Szakképzési Centrum Ady Endre szakképzőiskolájában is megemlékezést tartottak a Nemzeti Összetartozás napján. A Trianon 100 programsorozat eseményeként felavatták az iskola művésztanárának, Király Lászlónak a Nyugati Szél 1920-2020 címet viselő domborművét, melyet az évforduló tiszteletére alkotott. Az eseményről bővebb tudósítást a jövő csütörtöki Kultúrszoba című műsorunkban láthatnak. Tilos alkoholt fogyasztani Szekszárd utcáin. A város önkormányzatánál helyi rendeletet alkottak erről, mert a hajléktalanok folyamatosan a közterületeken isznak, és egyre többen agresszívak is közülük. A városban május óta működik a probléma megoldásán dolgozó akciócsoport, akik folyamatosan egyeztetnek az érintett hajléktalanokkal is. Tél vége óta okoz gondot Szekszárdon, hogy egyre több a hajléktalan. Ezt mondja Gyurkovics János, a város alpolgármestere, aki egyben annak az akciócsoportnak is a vezetője, amit még május közepén a jelenség megoldására állítottak fel a városban. Az akciócsoport munkájában a közterület felügyelők is részt vesznek, akik a probléma megoldásán együtt dolgoznak a helyi rendőrkapitányság egyenruhásaival és szociális munkásokkal. A munkacsoport tagjai nem csak egymással, hanem az utcákon élőkkel is egyeztettek már több alkalommal. Ennek pedig pozitív és negatív tapasztalatai is vannak. A hajléktalanok között ugyanis vannak, akik semmiféle együttműködésre nem hajlandóak, hiába kínál nekik segítséget az önkormányzat. Sajnos ezekből az emberekből kerülnek ki azok, akik már nem csak a lakosságra, hanem önmagukra is veszélyesek, agresszívek. Ezt támasztja alá a Rákóczi utcába történt késelés is. Hatalmas vértócsa nyomai az egyik panelház előtt. Április végén itt szúrt nyakon egy hajléktalant a szintén otthontalan társa. Szekszárdon ez volt az elmúlt időszak legbrutálisabb rendbontása, ami a hajléktalanokhoz köthető, de a kisebb-nagyobb gondok napi szinten jelen vannak a városban. Az üzletek tulajdonosai szerint például nem ritka, hogy a hajléktalanok a boltok elé piszkítanak. Gyurkovics János szerint a problémát rövid távon nem lehet megoldani, mert a rendőri jelenlét ugyan visszatartja a rendbontástól a hajléktalanokat, ám amint az egyenruhások elmennek egy-egy helyszínről, a gondok újra elkezdődnek. Az önkormányzatnál ezért most megtiltották a közterületen való alkoholfogyasztást. Azt akarjuk elérni, hogy a közterületeken ne legyen csoportosulás, a közterületeken ne legyen alkoholfogyasztás, mert ezzel is gyakorlatilag irritáljuk a lakosságot, és hát a megfelelő mennyiségű alkohol elfogyasztása után bizonyos személyek akkor nem tudnak a megfelelő formába viselkedni. Így tehát, aki mostantól közterületen alkoholt fogyaszt, a szabálysértést követel. A munkacsoport tagjai nem csak ezzel a rendelettel próbálják felszámolni a hajléktalanok rendbontásait, hanem további megoldásokon is dolgoznak. Embercsempészt fogtak el az M6-os autópályán. A bátaszéki autópálya alosztály járőrei állították meg a rendőrök elől menekülő 18 éves osztrák férfit június 4-én a hajnali órákban. Az éjszaka folyamán a Baranya megyei rendőrök az M6-os autópálya Szebényi pihenőjében feltartóztattak 4 illegális migránst, akik feltehetően összefüggésbe hozhatóak a Tolnában intézkedés alá vont személlyel. Az a férfi is kapcsolatban állhatott az embercsempésszel, akit a Paksi autópálya alosztálya egyenruhásai tartóztattak fel az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Sárközi pihenő környékén június 4-én délelőtt. A magát afgánnak valló férfi sem személy azonosságát, sem magyarországi tartózkodásának jogszerűségét hitelt érdemlően igazolni nem tudta. Az illegális migránst a szekszárdi rendőrkapitányságra előállították, elszámoltatása jelenleg is folyamatban van. Kiemelten figyelnek a rendőrök a motorosokra a nyáron. A rendőrségnek az a tapasztalata, ha beköszönt a jó idő, a közlekedők nagyobb sebességgel hajtanak, és gyakran a KRESZ szabályokat is figyelmen kívül hagyják. A halálos motoros balesetek zöme gyorshajtás, vagy egy rosszul kiszámított előzés miatt szokott bekövetkezni.
Idén április végén történt az első halálos motoros baleset Tolna megyében. Egy motoros Nagydorog irányába tartott, egy kanyarban azonban letért a menetirány szerinti jobboldali útpatkára, majd onnan egy fás része hajtott, ahol elesett. A motoros másnap a kórházban belehalt sérüléseibe. Tavaly pedig Zombán halt meg egy 49 éves szekszárdi motoros a 65-ös úton. A tragédiát valószínűleg az okozta, hogy több autót is megelőzött egy kedéken haladva az emelkedő úton, és elvesztette az uralmát a jármű felett. Nyáron megszaporodnak a motoros balesetek. A rendőrségnek az a tapasztalata, ha beköszönt a jó idő, a közlekedők mintha elfelejtenék a télen berögződött óvatos sebességválasztást. Lendületesebben nagyobb sebességgel közlekednek, és gyakran a KRESZ szabályokat is figyelmen kívül hagyják. Elfeledkeznek arról, különösen a könnyű és erős járműben ülők, hogy őket nem védi a karosszéria. Legjellemzőbb szabálysértésük az a gyorshajtás, illetve előfordul olyan is, amikor a motoros úgy akar a közlekedésbe részt venni és kibújni az esetleges rendőri ellenőrzés alól, hogy a motornak a rendszámát leveszi vagy felhajtja, illetve nagyon sok esetben történik meg az, hogy záróvonalon, forgalom elől elzárt területen hagyják végre az előzést. Az autósok annyit tehetnek a balesetek elkerülése érdekében, hogy gyakrabban figyelik a visszapillantó tükrüket, és ha motorosok haladnak mögöttük, akkor jobbra húzódnak, így segítve az előzésüket. Tavaly egyébként 28 sérüléses és 2 halálos baleset történt Tolna megyében, amikben motorosok voltak érintettek. 2020-ban eddig 7 motoros baleset történt. Június 16-tal megszűnhet a veszélyhelyzet. Ezt követően kinyithatnak a mozik, a színházak, a 65 év felettiek vásárlási sávja viszont továbbra is fennmarad. Többek között ez hangzott el a csütörtöki kormányinfón. A sajtótájékoztatón azt is bejelentették, hogy 5,1 milliárd forintos kultúra támogató csomagról döntött a kormány, 19 milliárd forintot pedig a gazdálkodók kárenyhítésére adnak. Kinyitottak az iskolák június 2-án. A digitális oktatás azonban továbbra is zajlik, egészen a tanév végéig. A szekszárdi tankerületi központhoz tartozó iskolákban is jelentősen megnőtt a gyermekfelügyeletet kérők száma, és több százan felzárkóztató foglalkozásokon vesznek részt. De még így is a tankerületbe járó diákok mindössze 10%-a van jelen az intézményekben. Ami az igazgató szerint azt mutatja, hogy a digitális oktatás sikeres volt. Digitális oktatásra álltak át az iskolák március közepétől a koronavírus járvány miatt. Az iskolákban az osztálytermek kiürültek, a diákok és a tanárok otthonról tartották a kapcsolatot, és számítógépen keresztül történt a tanulás. Aztán a kormány május végén bejelentette, hogy a járványügyi helyzet enyhülésével az iskolák kapui is kinyithatnak június 2-ától. A tanárok felzárkóztató órákra hívták be azokat a diákokat, akik lemaradtak a tananyagban. A gyerekfelügyeletet pedig már nem egy központi intézmény látja el, hanem minden iskola maga oldja meg a diákok felügyeletét június 26-áig. Több szülő élt is ezzel a lehetőséggel a szekszárdi tankerületi központ iskoláiban. Míg korábban napi 25-30 felügyelt diák volt az intézményekben, június 2-án 508 diák érkezett. A második napon, vagyis június 3-án pedig összesen 900 gyereket fogadtak az iskolák. Közülük 600-an felzárkóztató órán vettek részt. Gerzsei Péter, a szekszárdi tankerületi központ igazgatója azt mondja, a számok azt mutatják, hogy a hozzájuk tartozó iskolák sikeresen vették a digitális oktatás akadályait. Nagyon ügyesek voltak a pedagógus kollégák, az intézményvezetők, és nagyon gyorsan kialakították a digitális oktatásnak az új rendjét, és hát a számok is azt mutatják szerintem, hogy az esetek többségében a diákok megfeleltek a követelményeknek, az iskolák, a pedagógusok nagyon jól teljesítettek, ennek köszönhetően nem jelentek meg tömegesen a diákok, mert a tankerület iskoláiban körülbelül 9000 diák tanul. A ballagások kétféle módon zajlanak majd le, vagy csak a végzős osztályok és osztályfőnökeik vehetnek azon részt, vagy egy adott időpontban egy osztály ballag el, de azon a diákok szülei is ott lehetnek. A bizonyítványokat pedig általában évfolyamonként adják át az iskolák udvarain. A napokba kellett leadniuk a szülőknek igényüket, hogy kérnek-e nyári felügyeletet gyermeküknek, és ha igen, mettől meddig.
A tankerületi központnak június 15-től 26-áig kell ellátniuk a tanulók felügyeletét. Ezt követően egészen augusztus végéig a települési önkormányzatok feladata ezt megoldani. Arról azonban egyelőre nincs megegyezés, melyik iskolába mennek majd a gyerekek. Következő riportunkban ennek járunk majd utána. Regionális híreinkkel folytatjuk a híradót. Közel 300 millióval támogatják a pécsi céget. A munkahely megőrzést segíti a kormány. Megépülhet az új közforgalmi kikötő Mohácson. A kormány szándékában áll a plusz forrás biztosítása. Pécsi vezetéssel jön létre a Nemzeti Virológiai Laboratórium. Közel 300 millió forintos támogatást kapott az a pécsi autóipari beszállító cég, amelyik fejlesztéseivel munkahelyeket tart meg a Baranyai megyeszékhelyen. Az erről szóló okiratot szerdán vehették át Budapesten. A versenyképesség növelő támogatási programban résztvevő vállalatok beruházásaikkal már az új világgazdasági korszakra készülnek, mondta az átadón a külgazdasági és külügyminiszter. A támogatói okiratot vette át a pécsi telephelyen működő Honza Kft. Ügyvezetője a külgazdasági és külügyminisztériumban szerda délelőtt. A cég új üzemcsarnokot épített a Baranyai megyeszékhelyen, valamint új technológiák alkalmazásával növeli termelését. Ezt támogatja a magyar kormány közel 300 millió forinttal. A koronavírus járvány miatt jelenleg a kapacitásunk 20%-án működünk, ennek ellenére nem bocsátottuk el a munkavállalóinkat. A magyar kormány támogatásával meg tudjuk őrizni a munkahelyeket, illetve technológiai fejlesztést tudunk megvalósítani, ami további hozzáadott értéket jelent a termékeinknél. Autóipari beszállítóként a járművek csomagtartóinak szerkezeteit és egyéb belső elemeket állít elő a német-kínai vegyes vállalat. Most 564 millió forintos beruházásukhoz 282 millió forint állami támogatást kaptak. A terület országgyűlési képviselője szerint 2015-től látványosan fejlődik Pécs gazdasága. A 2015-ben történt kormányváros megállapodás keretében, amikor is a Modern Városok programja elindult Pécset, és Pécs újraiparosítását tűzte ki Orbán Viktor miniszterelnök úr célként magunk elé. Ennek a programnak a következménye az, hogy a pécsi vállalatok újabb és újabb fejlesztéseket realizáltak. Ennek köszönhető, hogy 5-6 milliárdról 9-10 milliárdra nőtt Pécs iparűzési adóbevétele az utóbbi 4 évben, Hoppár Péter szerint. Az államnak támogatnia kell azokat a cégeket, amelyek munkahelyeket tartanak meg fejlesztéseikkel a vírusjárvány idején is, mondta a miniszter. 150 milliárd forintból gazdálkodhatunk akkor, amikor a vállalatoknak támogatást nyújtunk. Összesen 806 vállalat nyújtotta be a pályázatát, 806 vállalat összesen 377 milliárd forintnyi beruházást vállalt. Tehát Magyarországon a következő hónapokban 377 milliárd forintnyi beruházás fog megtörténni. Én ezt azt gondolom, hogy nyugodtan sorolhatjuk a kisebb csoda kategóriájába. A fejlesztéseknek köszönhetően 143.618 munkahelyet sikerül megvédeni. Ehhez a kormány 178,5 milliárd forintnyi támogatással járul hozzá. Szerdán 3 cég vehette át a támogatási okiratát a minisztériumban Budapesten. Mohács nagy álma valósulhatna meg azzal, ha a közeljövőben egy közforgalmú kikötő létesülne. A konténerek és darabáru rakodására alkalmas új kikötő beruházásának részét képező költségek az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program pályázatának elnyerése óta növekedtek, de az Innovációs és Technológiai Minisztérium tájékoztatása szerint a kormány szándékában áll plusz forrás biztosítása. A magyar kormányzatnak a szándéka csatlakozik az uniós elképzelésekhez. Az uniónak az az elképzelése, hogy a közúti áruforrozást folyamatosan csökkentse és visszafogja, és átterelje a nagy tömegű áruszállítását vasútra és vízi közlekedésre. Várhatólag szankciókat is fog megalkalmazni a közúti áruforrozásnak a korlátozására, és akkor lesz meg a mohácsi kikötőnek az igazi létjogosultsága. Mohácson jelenleg is üzemel kikötő, ahol mintegy 500 ezer tonnás éves forgalmat bonyolítanak le, és 2007 óta itt vámolják el a Dunán az EU-ba érkező árukat. A tervezett,
konténerek és darabáru rakodására alkalmas új közforgalmú kikötő létesítésére IKOP pályázati keretből már nyert Mohács csaknem 5 milliárd forintot. A beruházási költségek azonban időközben megnövekedtek, és jelenleg 7,5 milliárdos nagyságrendben kapott a város közbeszerzési ajánlatokat. Kaptam egy kis támogatást, egy impulzust a ITM-ből, az Innovációs és Technológiai Minisztériumból. Több tárgyalást folytattam velük, és úgy néz ki, hogy a kormány szándékát fejezi ki a tekintetben, hogy a puszt forrást hozzárakja. Ennek a dokumentációit készítjük most elő, egy új megvalósíthatósági tanulmánnyal szeretnénk alátámasztani ennek az előterjesztésnek a létjogosultságát, és várhatólag a szeptemberi kormányülésre ez be is fog kerülni, reményeim szerint a kormány támogatását bírva ezt a kikötőt meg fogjuk tudni építeni. A három hajóállomásosra tervezett létesítmény több mint 300 méter hosszú partfallal épülne meg, és a kikötőt megfelelő vasúti csatlakozással és 20-40 lábas konténerek mozgatásához szükséges darurendszerrel is ellátnák, így a baranyai és a dél-dunántúli régió vállalkozásai könnyebben juttathatják majd el termékeiket a világpiacra. A beruházás nyomán egyébként 15-30 új munkahely is létrejöhet a városban. A közelmúltban jelentette be Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, hogy a Pécsi Tudományegyetem Szent Ágotai János Kutatóközpont vezetésével jön létre a Nemzeti Virológiai Laboratórium, amelyet Jakab Ferenc professzor szervez és irányít majd. A kormány a következő 5 évben 18 nemzeti labort hoz létre. Az erre szánt 90 milliárd forintból idén 14 milliárd felhasználását tervezik. A Szent Ágotai Kutatóközpont virológiai laboratóriuma jelenleg komoly hatóanyagvizsgálatokat végez. Ez jelenti már meglévő, valamint újonnan létrehozott hatóanyagok vizsgálatát. Egy ismert gyógyszer eredeti alkalmazásától eltérő új terápiás hasznosítása sok előnnyel jár. Egy ilyen termék bevezetésének idő- és költségigénye, valamint kockázata is jóval kisebb, mint ami egy új hatóanyag innovációjával kapcsolatban felmerül. Ezek a gyógyszerek már ott vannak a patikák polcain, kis túlzással ezt lehet mondani. Tehát ha bármelyik hatékony lesz, akkor azonnal klinikai vizsgálatokba lehet bevonni, ami egy sokkal jobban felgyorsítja a klinikai alkalmazás folyamatát. Az újonnan szintetizált hatóanyagoknál ez egy hosszabb folyamat, viszont ott is nagyon sok ígéretes eredményünk van. Reméljük, hogy ott is lesz olyan hatóanyag, amit a későbbiekben valamilyen új gyógyszerfejlesztésre tudunk alkalmazni. Jakab Ferenc óriási elismerésnek tartja, hogy az új Nemzeti Virológiai Laboratórium központja Pécsett a Szent Ágotai Kutatóközpontban lesz. Az új intézmény vezetője egy országos hálózat létrehozását tervezi, ahol többek között szegedi, budapesti és debreceni szakemberekkel dolgoznak majd együtt. Nyilván a téma adott lesz, tehát az új, illetve az újra felbukkanó fertőző betegségeknek a kutatása, és elsősorban olyan hatóanyag tesztek, vakcinafejlesztések, fejlesztési projektek indítása, ami egy mostanihoz hasonló járványnak már egy felkészülése lehet. Azt gondolom, hogy ezzel a Nemzeti Virológiai Laboratórium programmal most a hazai virológiai kutatás újra az aranykorát érheti, és újra egy olyan nagy tőkeinjekciót kapott, amely nagyon fellendítheti a hazai virológiai kutatásokat. Bízunk benne, hogy ez így is fog alakulni. Jakab Ferenc hozzátette, hogy a projekt során az utánpótlás nevelésre is nagy hangsúlyt fektetnek majd, azaz meg szeretnék teremteni annak a lehetőségét, hogy legyenek olyan új, képzett, fiatal virológusok, akik folytatni tudják majd a mostani szakemberek munkáját. És végül nézzük, miről szólt ma a híradó. 100 éve írták alá a trianoni szerződést. Szekszárdon idén rendhagyó módon emlékeztek. Tilos alkoholt inni az utcákon. Így akarják visszaszorítani a hajléktalanok rendbontásait Szekszárdon. Részlegesen kinyitottak az iskolák. Közel 1000 diákot fogadtak a szekszárdi tankerületi központhoz tartozó intézményekben. Motoros balesetek. Minden évben történnek tragédiák Tolna megyében. Pénteken előreláthatólag egy hideg front érkezik. Megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé kell számítani záporokra. Eleinte akár zivatarra, majd inkább csendes esőre.
Friss hírekkel legközelebb péntek este jelentkezünk. Addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint érdekes, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!